Sziasztok! Ebben a videóban egy érdekes új funkcióját fogom bemutatni a könyveknek Minecraftban. Ez nem találmányról fog szólni, inkább egy olyan tutoriál. A történet az, hogy hát ugye Taro-ban ilyen érdekes dolgokat lehet csinálni, hogy például szövegre kattintva történik valami, úgy értem lefut egy parancs, vagy megnyit egy weboldalt, vagy ha csak fölé visszük az egeret, akkor kiír egy szöveget. És ezt ugye meg lehet csinálni táblával és könyvvel is. Na most, valamikor 1.8-ban fogalma sincs melyik snapshotban, pár hete vettem észre ezt az új dolgot. Tehát 1.8-ban jött be az, hogy a könyvet lehet így lapozni. Tehát a könyvben, a szövegnek csinálhatunk olyan eseményt, hogy lapozzon a könyvnek egy megadott oldalára. Na most erre csináltam így mindjárt 3 könyvet, amit mindjárt meg is mutatok, igen. Az első egy ilyen lapozgatós könyvet csináltam, tehát egy ilyen felhasználási ötlet. Az a cím, hogy mese mindenkinek. Egy ilyen kis történet. Egyszer volt, hol nem volt, a kurtafarkú Csabinyon túl, jött egy sárkány. Szeretné ez a sárkány lenni? És akkor igen, nem. Ha valamikre kattintunk, akkor átlapoz. Látjátok, 14 oldalas a könyv, például az igenre kattintok, a harmadik oldalra lapoz. Szóval ez a sárkány, vagyis te, stb. Nem akarom lelőni a poént, le lehet tölteni a pályát. Nézzétek meg, saját történet. Jó, tehát ez az egyik. Akkor a második, például quiznek felhasználni. Itt 6 kérdés van, illetve nem, 5 kérdés van. És ha jó válaszra kattintunk, akkor tovább lapoz, például milyen színű a kőblokk, szürke. Ha pedig a rosszra, akkor megöl. Például mennyi vas kell a vödör barkácsolásához? Nem egy. Na. Tehát például, aztán csináltam még egyet, mint útmutató, választunk egy témát, mit tudom én, TNT, és akkor itt egy leírás a TNT-ről, itt egy visszagomb, az meg visszalapoz az első oldalra, sajtról ír, restonról ír, meg lehet nézegetni, letölthető a pálya. Szóval, úgyhogy azt gondoltam, hogy ebben a videóban megmutatom, hogy lehet ilyet csinálni. Így. Nem, mindjárt részletesebben. És egy ilyen kis játékot találtam ki, hogy e-mailben küldjetek ilyen könyveket, elég a kódját elküldeni. Ahogy tetszik, tehát a TXT file-ba beleírjátok és csatoljátok a levélhez, vagy mindjárt a levél törzsébe a kódot. Nem számít, de a kódot küldjetek mindenképpen, ne a pályát. Nekem az úgy egyszerűbb lesz, megnyitok majd egy pályát és bemásolgatom a kódokat, és akkor megnézzük, hogy milyen ötleteket csináltatok ezzel a könyvlapozgatós dologgal. Na mutatom, hogy kell ilyen könyvet gyártani. Itt is vagyunk, átváltottam jegyzetembe, mert itt jobban látszik. Tehát adunk a játékosnak egy írott könyvet, eddig stimmt, és akkor ezt is beírhattam volna, kell neki megadni title-t és author-t is, ugyanis itt mindig mellőttök, úgyis valószínűleg ezek nélkül 1.8-ban nem fog működni. Mondjuk azt hiszem, hogy üresen hagyjuk, az is jó, de legyen valami címe. Meg ugye kell egy szerző. Jó. És akkor az oldalakat pedig itt csinálom. Pages, igen. Ez egy tömb, tehát szöglet egy zárójel utána. Utána ilyen idézőjelek közé kell írni a szöveget, tehát első oldal, ez pedig a második oldal. Na most, az idézőjelek közé kell a JSON szöveg, így, tehát itt lesz az első oldal szövege, de ide egy JSON dolgot akarok, ugyanis hát azt tudja ezt a kattintós dolgot. Úgyhogy kapcsol zárójel, de lehet ugye szögletes is, nézzétek meg a JSON tutoriát, ugyanaz minden. Text. Mivel idézőjelen belül vagyunk, úgyhogy kell a idézőjeleken belül, hogy írhassak idézőjelet, ilyen feloldó karakter, ez a Alt-GRQ backslash. Tehát ez egy szöveg, és erre lehessen kattintani vesző mellé, és click event, kapcsolj zárójel, be, hogy az mi legyen, hogy puskáznom kell, mert nagyon jól elfelejtettem. Change page, megom. Igen. Action, amit csináljon, az a change page, lapozzon, és a value, az értéke ennek 2, pont átugrott, de jó. Jobb lenne, ha egy sorba maradni, úgy átláthatóbb. Így. Tehát ugye ez az első oldal, hogy a szövege az
szöveg legyen, és ha rákattintok a szövegre, ez a click event, akkor lapozzon, ez az akció, az esemény, és hogy hanyadik oldalra, az meg a value adja meg, kettő, tehát a másik oldalra fog lapozni, ezt mindjárt ki is próbáljuk. Oké, kell egy command block, meg egy gomb is, belemásom a szöveget, ad egy könyvet, nagyon jó, a szerző, a cím, ha kinyitom, ott van egy szöveg, és erre kattintok, a második oldalra lapoz. Ennyi. Ettől függetlenül ugye ugyanúgy lehet a nyilakkal is lapozni, az nem számít. Még azt is megmutatom, hogy hogyan lehet egy oldalon, hogy különböző oldalakra lapoz. Ugye akkor kell tömböt csinálni, tehát ide jövök a első idézőjelek közé. Tehát itt van egy oldalak, és akkor, hogy mutassam ezt így átláthatóan. Tehát itt van ez a szöveg, ez a JSON szöveg az idézőjelek között. És akkor ebből kell ide többet, tehát ilyen, ide rakom a kapcsolt zárójelet, így, és akkor ez az első szöveg, ez is új sorba, írtam egy ű betűt is, veszővel, és akkor egy másikat, ugyanígy kapcsolt zárójelekbe, tehát most ezt így lemásolom, így, ez mondjuk ne szöveg legyen, hanem legyen, most miut először leszem, itt egy lámpa előttem, az lesz, hogy lámpa. A lámpa pedig a harmadik oldalra lapoz. Ha nincsen harmadik oldal, akkor természetesen nem működik, tehát akkor még kéne egy harmadik oldalt is írni, és akkor így már tud hová lapozni. Igen, ha új sorba szeretnénk, mert ezt most így egymás mellé írja, hogy szöveglámpa, azt kell írni, hogy backslash n, így, ez az új sor. És akkor most lesz itt egy szöveg, és alatt a új sorba az, hogy lámpa. Na jó, megmutatom. Belemásom egy másik command blockba, puty, ott van, de ugyanaz a cím meg a szerző, ugye, és most a kettő van, egy szöveg meg egy lámpa, és a lámpa a harmadik oldalra visz, a szöveg pedig a másodikra működik, tehát így lehet azt megcsinálni, hogy több szöveg is, de igazából ez benne van a JSON tutoriálban. Jó, tehát ezzel sok vicces dolgot lehet csinálni. Ha valamit nem értettetek, akkor kattintsatok a videó elejére, és nézzétek meg újra. Javaslom még a JSON tutoriált, hogyha akartok színezni, ugye én ezeket, ja, itt van nálam, jó. Ezeket ugye szépen színeztem, meg új sorba is vannak kezdve. Ezek mind benne vannak a JSON tutoriálban, hogy hogyan lehet csinálni. Meg a hogyan ír színesen videók. Tehát böngészhetek a tutoriálok között. Igen, határidő. Hát nem tudom, mikor nézitek meg, honnan tudjam ki, mikor nézi meg, de nézzétek meg, hogy már felkerült egy olyan videó, amin azt mutatom meg, hogy milyen könyveket küldtek be. Ha van ilyen videó, akkor ne küldjetek, akkor már késő. Ha még nincs, akkor küldhettek, még nem készült a videó, úgyhogy gyűjtöm még az ötleteket. Úgyhogy várom az ötleteket, a kézikönyv óvjon.